Az ingatlanpiacon nem csak az értékesítési árak, hanem a bérleti díjak is emelkedtek. A bérlakáspiac országszerte virágkorát éli, mondják az ingatlan közvetítők, hiszen csak ebben az évben mintegy 20%-kal emelkedett a kiadó ingatlanok havi bérleti díja. Most már Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is, főként Nyíregyházán 45-55 ezer forinttól akár 150 ezer forintig kínálják az albérleteket a lakóterület nagyságától és a lakás állapotától függően. Egyre több a munkavállalási célra a Nyíregyházára költöző, aki ebből kifolyólag keres a bérletet. Igaz, ezek a bérleti díjak láttán, hallatán rögtön elgondolkoznak, ha minimálisan erővel rendelkeznek, megéri inkább egy kis lakást vásárolni és hitelt, törlesztő részletet fizetni, mint egy sokkal magasabb bérleti díjat fizetni, ami nem saját. És igazából azt mondom, hogy a fiatal pároknál is megnőtt a különköltözési kedv, valószínű ez a anyagi lehetőségeknek is betudható, szülői támogatás vagy munkalehetőségek, melyek a különköltözést biztosítják. Ezek miatt elmondható, hogy szűkebb a kínálat, mint a kereslet. Az pedig érthető, hogy az olcsóbbat keresik, hiszen egy átlag háztartás jövedelmének a harmadát lakhatásra költi. Júliustól már igényelhető a családok otthonteremtési támogatása, amely sok család számára könnyebbé teszi a lakáshitel felvételét. Ha kiszámoljuk azokat a lehetőségeket, hogy egy háromszobás lakást 7-8 millió forint körül meg tud vásárolni, az a 800 és 1 millió 2 közötti támogatás, amit igénybe tud venni, az az ingatlan piacot egy kicsit meg fogja mozgatni, mert lehet eddig azért nem tudott vásárolni, mert nem volt annyi önereje a vásárláshoz, de ugye több pénzintézet már tudjuk a hírekből bevállalja, és elfogadja önerőként a csokkot, mint az új szocport támogatási lehetőséget, így kevesebb önerővel lakáshoz juthatnak, és nem kell albérletet fizetni. Az új szocpol várhatóan javítani fogja a vidéki ingatlanok eladhatóságát is, ugyanis vidéken akár 4-5 millió forintért is vásárolható ingatlan, egy kétgyermekes család pedig ehhez akár 1 millió 200 ezer forint támogatást is igényelhet.